Sziasztok, én Bedegi Roland vagyok, a producertanfolyam.hu tanára, és ebben a videóban kicsit beszélgetünk, hogy hogyan érdemes elkezdeni az ekuzást az éneken. Általában ez egy elég kényes témakör, és sokszor nem tudják az emberek, hogy hogyan álljanak neki, úgyhogy röviden, tömören én ezt bemutatom ebben a videóban, hogy hogyan érdemes elkezdeni. Alapvetően háromféle dolgot nézünk meg, az egyik majd az alsó frekvenciáknak a szűrése lesz, high pass-szel, megtanuljuk úgymond a pásztázást, hogyan tudjuk azokat a frekvenciákat kicsit kiszűrni, ami zavaró lehet a fülnek, illetve hogy hol és hogyan érdemes megemelni a magas frekvenciákat az énekben. És betöltöttem egy éneket, kiszólózva az egyik projektemből, és ezt fogjuk megnézni. Jó, egyébként egy sima beépített plugin fogok használni, ez a Parametric EQ2, ez ugye az FL Studio-nak egy tök jó használható EQ-ja. Az alacsony frekvenciáknak a megszűrését azt a jobb egér gombbal rákattintva Type-ra automatikusan egyébként egy low shelf-en van, ez teljesen jó, és az alsó tartományt azt nyugodtan le lehet vágni, mert nekünk nem fog kelleni ez a tartomány. Érdemes főre meghallgatni, hogy nehogy kiheréljük az éneket. Illetve itt 2-300 Hz környékén egy kicsit lehet visszavenni, hogy ne tömörüljön össze ez a frekvencia itt. Elég sűrűn ez előfordul. A pásztázással pedig ki tudjuk szűrni azokat a frekvenciákat, amik zavaróak lettnek. Ezt úgy lehet létrehozni, hogy az egyik paramétert teljesen felnyomjuk a plafonra, csinálunk neki egy görbét, valami ilyen görbét, és elkezdjük úgymond pásztázni a frekvencia tartományt, hogy hol vannak azok a pontok, ahol zavaróak a fülnek. Ugye alap esetben mindig zavaró lesz, ilyenkor az a lényeg, hogy ami sokkal zavaróbb, azt kell majd kiszűrni. Például itt van egy zavaró frekvencia, akkor itt tudunk is egy kicsit szűrni. Arra figyelni kell, hogy ilyen 2-3 decibelt érdemes szűrni, nem kell agyon szűrni ezeket a dolgokat. Ez arra jó, hogy picit tisztítsuk az éneket. És ezt igazából meg tudjuk csinálni többször is. Egészen addig, ameddig ki nem szűrtük az összes zavaró frekvenciát. Jó. A harmadik, amit említettem, az pedig egy kis emelést lesz. Ez ilyen 8 és 10 ezer Hz fölött egy... Itt be lehet állítani high self-el. 7-8 ezer Hz fölött egy kicsit lehet emelni. Ettől lesz egy kicsit fényesebb, élénkebb az énekünk. Ebben a videóban ezeket a kis EQ technikákat szerettem volna nektek bemutatni. Remélem, hogy ez hasznos volt, mert úgy gondolom, hogy az EQ-t eléggé nagy homály szokta övezni, úgyhogy ezeket a technikákat alkalmazzátok, akkor nagy eséllyel nem fogtok mellélőni. Ha bármi kérdésetek van, azt írjátok meg a videó alá, vagy írjatok a bedegiroland92@gmail.com-os e-mail címre. Sziasztok!